Szeressétek nagyon ezt az Isten házát, amit mi nagy-nagy anyagi gonddal, áldozattal és még több szeretettel felépítettünk. És ha tehetitek, építsetek szebbet, nagyobbat az Úrnak. Éppen ezen a helyen állt a Szakói Római Katolikus templom, melyet 1949-ben épített a helyi közösség. Az akkor kelt alapítólevélből idézett a szakóiak plébánosa, aki azt is elmondta, 1996-ban emeltek tornyot az épületre, 2008-tól pedig folyamatosan észlelték az állapotromlást. A statikai problémákat többek között a II. Világháború utáni szegényes anyaghasználat, a nem megfelelő talajviszonyok és az utólagos bővítés okozhatták. Az egyházközség korábban pályázott a templom felújítására, de a látványos állagromlás miatt egy új templom építése mellett döntött az egyházmegye püspöke. Az ünnepélyes alapkőletételnél az egyházfő elmondta, az elmúlt időszakban nem volt példa templomépítésre az egyházmegyében. Azt, hogy mennyibe fog kerülni, mennyi lesz a végösszeg, ezt nem tudjuk előre. Azt tudjuk, hogy pályázaton még az előző épület felújítására nyert a plébános úr, illetve az egyházközség összeget állami pályázaton, de aztán azt is majd ide fogjuk beforgatni az építkezésbe, a többit pedig az egyházmegye saját forrásból, illetve a hívek összefogásából. Nyilván valamennyi adományt fogunk kapni a hívektől is, hogy elkészülhessen ez a templom. Egy templom mindig olyan, hogy az embereket összehozza, és azt hiszem, hogy már ha az építkezés is összehozza az embereket, akkor az már nagyon sokat jelent, hiszen az összefogás eredménye az mindig olyan gyümölcs, ami az örök létre, örök életre mutat. Az időkapszulába az 1949-es alapítólevél mellé a 2022-ben kelt okiratot is elhelyezték, amely az építkezés támogatóinak nevét is tartalmazza. Az egyházközség és az egyházmegye mellett a helyi római katolikus közösség, valamint az önkormányzat is kiveszi a részét. A szűkös anyagi helyzet ellenére pénzbeni és természetbeni támogatást is adnak a helyiek. Nagyon sok szervezkedésre volt szükség, ugye az anyagi lehetőségeink azok korlátozottak. Nagyon sok munkát helyi vállalkozók társadalmi munkában végeztek el, tehát magát a bontási munkálatokat, illetve a törvelékek elszállítását, a toronysisak leemeléséhez volt szükséges szakembert keresnünk. Ezt az önkormányzat ki is fizette. Úgyhogy összességében 1 millió forint körüli pénzösszeg az, amit ráfordítottunk a bontási munkákra, a többi részét pedig mindent társadalmi munkában tudtunk megoldani. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, az építkezéshez a kormány is anyagi támogatást nyújtott. Természetesen a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye és a magyar kormány is támogatja ezen építést. Soltész Miklós államtitkár úr 20 millió forintos támogatást nyújtott ebben az évben az építkezések megkezdéséhez. Reméljük, hogy ez a templom ez statikailag megfelelő helyre épül, és így nem lesznek olyan problémák, amelyek korábban voltak, és ez a templom évtizedekig, évszázadokig fogja szolgálni az itt élő római katolikus közösséget. A templom nélkül maradt szakói római katolikus közösséget többek között a helyi református egyház is támogatja. Az építkezés befejezéséig lelkészi hivataluk biztosítanak helyet a római katolikus gyülekezet számára.